megegyítettem a tegezőn formát, mert úgy gondolom, hogy közös utat járunk, a művészetek útját, és igaz, hogy más műfaj van, de ugyanazokat a lejtőket és problémákat észleljük. A mi játékunk, az egész heti munkánk a játékról szólt, ahogy főben mondja, a játék minden jónak a forrása. És ez a játék adott lehetőséget arra, hogy mi 19-en úgy ismerjük meg egymást, hogy tudjuk, mitől félünk, mi a kedvenc ebédünk. Aztán kitaláltunk, mert improvizációs játékokat, a legnehezebb formáját a drámának választottuk, kitaláltunk mozgásokat. Ezek a mozgások nem úgy születtek, hogy ide állsz és fölemeled a kezed, ezt ők önmaguk találták ki. Hozzátettük a szöveget, azt a szöveget, amit a világunk sugalt, lehet, hogy néha egy kicsit komor, de mindig, mivel pedagógusok vagyunk, optimisták szerettünk volna lenni. Megismertük egymást, tudjuk egymást, hogy ki rajzol, és igyekeztünk mindent önmagunkból ebbe a játékba beletenni. És nagyon büszke vagyok a társaságra, mert én már nagyon sok felnőtt csoporttal dolgoztam, de ilyen hamar, ilyen fegyelmezetten és ilyen nehéz játékot még soha senkivel nem sikerült létrehozni. Átadom Tibornak a szót. Én csak nagyon röviden a módszerről szeretnék néhány gondolatot mondani. Én itt most egy előadást fogtok látni, de nem az előadás a fontos. Az a fontos, hogy azokat a technikákat tanultuk meg, ahogyan ezt a gyerekeknek át lehet adni, illetőleg minden művészetpedagógiának az alkotása lényege. Ezeket a szövegeket, ezt a teljes mozgásformát ez a társulat alkotta, ez az övé. El kell mondani még, hogy két József, megzenésített József Attila vers van benne, de azt leszámítva minden, ami itt hallható és látható, az itt született, és a közös gondolatnak a végeredménye. Köszönöm. Alexandra vagyok, pünköskor születtem, rajzoló. Ildikó vagyok, télen születtem, szeretek táncolni. Dia vagyok, egy téli napon születtem, szeretem az irodalmat. Bea vagyok, nyáron születtem, szeretem a gyerekeket. Éva vagyok, ragon születtem, szeretem az életet. Éva vagyok, egy vidám őszi délután születtem. Szeretem a csokoládét! János vagyok, Kortia vagyok, Töris vagyok. Krisztina vagyok. Napsütötte nyári napon születtem. Mosolygós vagyok. Nati vagyok. Egy bolondos napon születtem. Szeretem a gyerekeket. Merindának hívnak. 23-án születtem. Szeretek barátkozni. Anita vagyok. Májusban születtem. Szeretek élni. Erna vagyok. Márciusban születtem, keresztény vagyok. Ezina vagyok, télen születtem, színes egyéniség vagyok. Karolina vagyok, augusztusban születtem, szeretem a verseket. Nóra vagyok, decemberben születtem, szeretek tanítani. Merni vagyok, nyáron születtem, szeretem a németet. Éva vagyok, 20-án születtem, érzékeny ember vagyok. Márci napnak, nő napon születtem, életvidám vagyok. Vágyom a békére. Thank you.
Vágyom a csöndre. Vágyom a zenére. Vágyom a nyugalomra. Vágyom a szépségre. Helyettek szűk az iskola. Meg a drágai is.
elnézést szeretnénk kérni, mert mi loptunk el, és a tanárnőnek semmit nem hozta. Komolyan? Ki volt a te? Te? Te túl jó. Te? Nem. Tudom, mert ez úgyis mindegy. Te voltál, Anita, de nem úgy, de rágja a körmödön. Mi legyen vele 11? Ne beszélj, én beszélek. Mi legyen vele 11-ig? Majd inkább a tanár? Nem. Ne legyen az, hogy balja vagyok. Ne vigyorog. Most az egyszer. Szép a pedikűr, meg a manikűr is. Lemosni az összes ablakot. Kifele. Balta, maradj! Jószi, érj! Ha legközelebb Jószi, én is Jószi leszek magához. Meg tudom repülni a kifele. Hát mondja! Semmi. Gondki!
ki kérdezett, ne pofáz! Na, meséljétek, mit csináltatok fegyver? Nem csináltunk semmit. Nem? Nem, hát és az igazgató irodájából kirúgtál a fegységet. Találod egy mamám! Állatok! Ti voltatok, tudom. Miért? Nem hallom jól, mit mondasz? Miért? Ez most kérdés? Igen. Tiszta bélyének néztek? Azt hittek, most már szalad a végéről? Vagy mit belenkába járok itt köztetek? A pizza. Hát nem emlékszem, amikor a hatodikban meg akartad csókolni a Pistikét, meg nem akart. Két hétig kórházban volt. Hát nem. Állat hallgat! És amikor egy elébát kiszentilő pofálától diszkosszal? Hát az véletlen volt. Ti voltatok, ne az ugyató. Ennek szélesség bizonyítvány. Igaz, van egy lehetőség. Egy napon belül el lehet készíteni az új pecsétet. De hát tudjátok, kenni kell a kereket, hogy forogjon. És össze kellene dobni ezt a 10.000 grivenyt 4-5-öknek, amiben kerül ez a művelet. Két lehetőség van, vagy összedobjátok 4-en. Kussoljál már! Vagy kiderítitek villámgyorsan, hogy ki tette ezt. Megérted? Nem lehet, hogy a szomszéd osztályból a bejön. Ott van fegetén fehére. Tegnapi nap is ellógott.
amit állítad, megvalósítsd. Ezt kell látni, tudom. Legyen szíves, magyarázza meg! Ha iskolában sem volt, hogyan molesztálhatta? Igen, jó. Te! Én? Igen, te! Én Pár Diana? Igen, te Pár Diana. Te! Én? Igen, te! Én Zelinszky Éva? Igen, te Zelinszky Éva! Te! Én? Igen, te! Én Berta? Te! Igen, te! Én Berta! Én Berta? Igen, te! Én? Igen, te! Az oklevél átadásra nagy-nagy szeretettel várunk mindenkit, az itt jelenlévőket is, és utána pedig egy állapodásra. Közönség minden tagját. Minden tagját kérdezni. Köszönjük szépen még egyszer. Na mi nyitjuk.